Lényegesen csapadékosabban alakult az idei nyár az előző évekhez képest, mindez a szabadtéri tüzek vonatkozásában is megmutatkozott. Ebben az esztendőben augusztus 31-ig 90 esethez riasztották a Tolna vármegyei lánglovagokat, amíg 2022 azonos időszakában 180 hektárnyi terület vált a lángok martalékává, addig idén ez a szám sokkal kevesebb, 33 hektár. A mezőgazdaságot, valamint az erdőgazdálkodást illetően pedig 2023-ban 37 még 2022-ben 77 tűzesethez riasztották a tűzoltókat, ezek ugye a szabadtéri tűzeseteken belül, ezek külön kategória, és még az idejében 17 hektárnyi, addig tavaly 159 hektárnyi erdő, valamint mezőgazdasági terület vált abszolút így a lángok martalékává. Ősszel egyébként a zöld hulladék mennyisége is jelentősen megnő, ezért az utóbbi elégetésének szabályairól érdemes az adott település önkormányzatánál érdeklődni, mondja a szóvivő. Nyilván célszerű ezben tartani, vannak alternatív lehetőségek is ennek, ugye az eltüntetésére, most akár a komposztálás, vagy akár ha a település másmilyen formában gondoskodik arról, hogy a zöld hulladékot tovább vigye. Tehát aki egyébként erre adná a fejét, az minden esetben tájékozódjon a helyi önkormányzatnál, illetve legyen tekintettel egyébként adott esetben a szomszédjára is, hogyha éppen nem a megfelelő napon és napszakban végzi ezt a tevékenységet, akkor onnan is elképzelhető, hogy majd érkezik egy-egy rosszalló egyébként gondolat. A szóvivő hozzátette, hogy ilyenkor csak akkor a tüzet gyújtsunk, amit kezelni is tudunk, emellett mindig legyen a tűz irányítására és eloltására alkalmas eszköz a kezünkben.